A boldogság érzése az egyetlen egészségnarkotikum. Magának a boldogságnak pedig világnapja is van. 2013 óta, március 20-án ünnepeljük, mindenek előtt az oktatásban. Erről a napról a Nyíregyházi Bem József általános iskola is megemlékezett a mai napon. A stúdióban két vendégem is van, akikkel a témáról beszélgetünk majd. Köszöntöm a stúdióban a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Intézmény vezetőjét, dr. Balogné Mesterévát, illetve az iskola pedagógusát, Ungvári nép Bácskai Erikát, Bacskai Erikát, aki magának a programnak a koordinátora vagy kezelője. Kezdjük akkor, Erika, hiszen fogalmazhatnánk úgy, hogy ugye van boldogság óra, ezekből összetevődhet egy boldogságnap, nyilván itt a tanórákra is gondolok, ami ma zajlott az iskolában. Mióta van a BEM iskolában boldogság nap körüli tervezés, kivitelezés, és egyáltalán hogyan került be az iskola programba? 2015-ben találkoztunk legelőször ezzel a programmal, a Jó a Világ Alapítvány által jött létre egy olyan kezdeményezés, hogy a gyerekeknek az érzelmi intelligenciáját szeretnék fejleszteni. És mi három évvel ezelőtt megláttuk ennek a programnak a pozitívumait, és úgy gondoltuk több pedagógus társama és intézményvezető asszony támogatásával, hogy mi szeretnénk az iskolában ezt elindítani, és nem csak boldog órákat, hanem boldog pillanatokat, és ezáltal boldog órákat adni a gyerekeknek, aminek a legfőbb célja, és szeretném újra hangsúlyozni, az érzelmi intelligenciának a fejlesztése. És mi nagyon-nagyon boldogok voltunk, hogy a Boldogság világnapjához a mai napon egy óriási nagy koncerttel tudtunk csatlakozni, ahol 1200 gyerek, pedagógus, óvónini és felnőtt énekelhette azokat a pozitív gondolatokat tartalmazó dalokat, amiket mi is a mindennapjainkban használunk és alkalmazunk. Bennünket, felnőtteket azért már nyilván jóval több inger ért, akár boldogság vonatkozásában is, mint a gyermekeket, akik egy általános iskolába járnak. Teszem ezt a felvezetőt azért, mert ugye sokan leírták már, hogy az egész életünk a boldogság keresésről szól, és sokszor részesen veszük és elmegyünk mellette. Most ez a program az iskola diákjainak hogyan, hogyan tudja produkálni a boldogság érzetet, és az is érdekelne, hogy amikor egyik évről a másikra egyszer csak lett boldogság óra, azt hogyan fogadták a diákok. Hát az én osztályommal második osztályban léptünk be ebbe a programba, most pedig negyedikeseké fejlődtek a, a gyerekeim, és óriási nagy ö, ö, érzelmi intelligencia fejlődést lehetett észrevenni az elmúlt három évben. Egyrészt sokkal kommunikatívabb leg, kommunikatívabbak lettek, együttműködőbbek lettek, és ö, az apró örömök, ugyanis minden hónapban különböző témát dolgozunk fel, és ebben a hónapban a témánk az apró apró örömöknek az az apró örömöknek az észrevétele, hogy vegyük észre azt, hogy reggel, a nap, vagy segíthettünk valakinek egy jó szóval, vagy egy dicsérettel, és ezt a gyerekek vegyék észre, és nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek. És a mi iskolánkban, már ha 7 osztályban ezeket az apró örömöket, az apró örömök pillanatait nem csak a boldogságórákon keresztül, hanem az egész nevelési oktatási napjainkban, minden órában igyekszünk bevinni és észrevetetni a gyerekekkel. Miért csak 7 osztályban? Egyelőre. Hát a pedagógusoknak kell egy olyan elhivatottság, egy olyan pozitív szemlélet, ami én, én nagyon boldog vagyok, hogy már hét. Tehát én elindítottam az iskolában ezt a programot, először kettő nevelő csatlakozott, aztán már három, és szépen fokozatosan ez a szám emelkedik, és úgy gondolom, hogy ahogy telnek az évek, és látják a pedagógusok, hogy nagyon nagy szükség van a mai világban arra a pozitív szemléletre, hogy a gyerekek boldogok legyenek, és észrevegyék akár ezeket az apró boldog pillanatokat, vagy hálásak legyenek, vagy tudják meg azt, hogy mi az, hogy optimizmus, vagy tudják, hogy egy jó cselekedet az, az milyen anyagokat indít el az agyunkban, milyen kímély folyamatot, és, és, szerintem egyre több pedagógus meglátja, hogy igen, erre szükség van, és be kell vinni a mindennapi oktató munkánkban, és szerintem ez csak másolódni fog, és egyre többen leszünk majd benne. Ez nagyon dicséretes, hogy valóban ilyen mértékben tud évről évre ez növekedni, és én úgy gondolom, hogy a pedagógusok pedig abból nyugodtan kiindulhatnak, hogy jó tett helyébe jót vágy. Igen. Tehát ezt a gyerekek bizonyára meg is hálálják. Majd intézményvezető asszonyhoz fordulok, és kérdezem, hogy amikor az iskoláról beszélni kell valahol, akkor fontos-e például az, hogy a bemiskola boldog iskola? Azt gondolom, hogy azért fontos ez, hogy boldog iskola, mert valóban, ahogy a kolléganő is mondta, az érzelmi intelligencia fejlesztése a mi pedagógiai programunk középpontjában is áll. Nyilván ez, hogy az érzelmi intelligenciát fejlesztjük, ez nem három évre tehető vissza az elmúlt három évre, hanem azért volt nagyon jó ez a program, hiszen illeszkedett a mi pedagógiai programunkra. Ugye, amikor arról van szó, hogy a BEM iskola, akkor rögtön mindenkinek eszébe jut az idegen nyelv, a sport szeretete, illetve az, hogy, hogy milyen a légkör a mi iskolánkban. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy a visszajelzések alapján ugye mindig megkérdezzük a szülőket, azok a visszajelzések jönnek, hogy mi egy olyan pozitív gondolkodású, pozitív szemléletű iskola vagyunk, ahová gyerekek szívesen járnak. Azt gondolom, ez az egyik legfontosabb dolog, hogy a gyerek szívesen jöjjön iskolába, ott merjen kérdezni, merjen megnyilatkozni, és nagyon sok sikerélmény érje. És ez a program részese ennek, tehát szervesen illeszkedett a mi pedagógiai programunkba. Én azért is gondoltam, hogy ez mindenképpen nagyon jó, hogyha mi ehhez csatlakozunk, és nyilván folyamatosan évről évre egyre több kolléganő kapcsolódik be ebbe a programba, mert ez nem boldog ez nem, ez áll áthatja az egész napunkat, az egész éves tervező munkánkat. Hiszen ezt tudományos kutatások bizonyítják, hogy a boldog emberek, a pozitív gondolkodású emberek teljesítményei sokkal nagyobb, és tovább élnek. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy mi mindig a megerősítést alkalmazzuk a gyerekeknél, tehát, hogy azokat a pozitív és jó tulajdonságaikat próbáljuk kiemelni, ami által fejlődhetnek, és még nagyobb teljesítményre képesek. Én gondolom, hogy önök is láttak már, és a kedves nézők közül is sokan olyan kis videókat a közösségi oldalakon, ahol a pedagógusok... Milyen módon várják, fogadják reggelente a tanítványaikat, és én valóban azt gondolom, hogy megérinti az embert, és eszünk Ágában nincs ezt megállítani, miközben nézzük ezeket a kis bejátszásokat. Valahogy így tudok elképzelni egy ilyen speciális boldog napkezdést a gyerekek számára. A, visszatérve a pedagógusokra, akik érzik magukban, nem is ambíció ez, hanem az odaadás talán. Senvedét. Igen, hogy hozzáteszik azt a pluszt, ami által a gyerekek tényleg egy plusz kaphatnak a, a mindennapokban. Mennyi? vagy milyen mértékben igényli ez az embert jobban a mindennapokban? hogy ebben a programban benne van, és, és ez saját maga által vállalt feladata, mert ezt nem kérte senki. Igen, ezt nem kérte senki. Én amikor megismerkedtem ezzel a programmal, akkor azt éreztem, hogy nekem erre szükségem van, aztán jött azonnal, hogy az osztályomnak erre szüksége van, és ezt valahol itt van belül, tehát az embernek ezt úgy belül kell érezni, hogy, hogy igenis tudok adni a, az értelmi intelligenciájuk fejlesztése mellett, tudok nekik adni egy olyan plusz dolgot, ami, amivel esetleg később majd felnőttként eszébe jut egy gondolat, ami most mondjuk elhangzik egy boldogság óra keretében, vagy tényleg bármilyen óra keretében, és, és ha egy picike csírát el tudunk ültetni ezekbe a mai kisiskolás gyerekekbe, és ezek a csírák elkezdenek majd fejlődni, és, és felnőttként eszébe jut egy, egy, jó cselekedet, hogy ú, ez most ez egy jó, cselekedet volt, vagy ú, ezért most hálás vagyok, vagy, vagy, vagy milyen céljaim is vannak, és esetleg erőt ad egy nagyobb célnak a megküzdéséhez, a boldogság óra elhangzott beszélgetések, játékok, én a zenét szeretném még nagyon kiemelni, hogy a mai koncertünk is egy nagyon nagy alapja, és a Boldogság órákon is a Bagdibella zenéket hallgatjuk, amelyek rengeteg pozitív, megerősítő gondolatokat tartalmaznak, amivel akár jó lenne, ha minden ember ezzel indítaná a napját. És egyébként nagyon jó módszertani anyag is van ehhez a, ehhez a programhoz, és az a pedagógus, aki egyébként nem mondjuk, hogy csatlakozott a programhoz, de nyilván nyomokban, hiszen bemutató órákat tartunk, betekintenek a kollégák egymás munkájában, a gyerekekkel nyilván beszélgetnek, ezeket alkalmazzák és használják ezeket a módszertani elemeket és egyébként a mai gyerek nagyon szeret beszélgetni. És ez egy olyan lehetőség, ahol egy-egy adott témáról elmondhatja a saját véleményét, a saját kis gondolatait, és meghallgathatja a társaiét, és ez nagyon fontos, azt gondolom. Egyetlen egy kérdésre maradt csak időm, és hát már itt szelektáltam, hogy melyik legyen az. Azt szeretném megkérdezni, hogy azok a gyerekek, akik olyan osztályba járnak, ahol, ahol boldogságórák vannak, és ez a folyamat, ez halad, ők érzik, hogy nekik van egy kis plusz, hogy ők többet kapnak egy picit, vagy büszkék egy kicsit? Szerintem az intézménybe járó, a mi intézményünkbe járó gyerekek mindannyian érzik. Hiszen én azt gondolom, hogy bár nagy iskola vagyunk, sokan vagyunk közel 700-an, de nagyon családias a légkör. És azt, hogy egy ilyen koncertet megszervezünk, amelyen ott van mindenki, tehát nem azt néztük, hogy most ő benne van a programban, vagy nincs. Nyilván, és egy fergeteges hangulatban, értem. és minden, minden rendezvényünket, minden pillanatunkat próbálja ez áthatni, hogy hogy a szeretetet érezzék a gyerekek is, ez a program csak ezt erősíti. Hát nagyon szépen köszönöm a hölgyeknek, hogy itt voltak a stúdióban, és hát ez egy tényleg egy boldogságos beszélgetés volt, kellemes percek. További szép munkát kívánok köszönöm ehhez szépen. a vállalkozáshoz.